akkor így az első kérdésnek, hogy mit képvisel az alapítvány, miket képviseltek és miket csináltak itt a Rancson? Ugye mi első körben a KRESZ oktatással kezdtük, a gyerekeknek a helyes közlekedése nevelésével, ez a Mancs program. Ezt a mai napig is egyébként csináljuk. Annyi, hogy ugye a Mancs kutyánk már idős kutyus lett azóta, és nem is olyan régen értélt egy baleset, úgyhogy most már csak a nyugdíjas éveit éli nálunk. Tappancs egy kis utódja, ő az, aki folytatja a KRESZ oktatást, átveszi ezt a nagyon fontos és neves feladatot. Ugye a Dalocskával is úgy szerepelnek, hogy Mancs és Tappancs, a két kis jó barát. Illetve nagyon-nagyon szívügyemnek tartom a vadállatok mentését, tehát vadállatmentéssel foglalkozom. Ugye, általában kutya, macska és ilyen háziállatmentő alapítványból nagyon sok van, de vadállatok mentésével nagyon-nagyon kevesen foglalkoznak. És hogyan kerültek hozzátok az állatok? Milyen úton, módon? Hát egy részük tervezett és vásárolt tenyészetekből vagy állatkertekből vásárolt állatok, egy részük viszont mentett. És általában olyan állatokat igyekszem megmenteni, akikről mindenki más lemond, mert ugye esélyük sem lenne máshol túlélni. Ugye látjátok, hogy Oszkárunknak hiányzik az egyik fülecskéje, mint ahogy meséltem nektek, már kóborkutyák megtámadták, leszekították a fülét. Ugye a Szofia, a kis utánk, őt sajnos vinyíró traktorra bedarálták, nagyon súlyosan sérült, őnek is sajnos amputálni kellett a hátsó lábát amputáltatni. De hát ugye sorolhatnám a többi vadállatainkat is, akik ugye innen-onnan, amonnan lettek mentve, a borzaink. Ugye mindketten mentettek, nyestek, mentett gyerekek. De hát ugye a lovaink is, az öt lóból négy az mentett állat, a csacsink is, ugye rossz erőket, nagyon rossz erőket hozzá. Milyen gyerekek? Milyen állatokkal kezdődött ez az egész? Mennyivel indult és hogy most mennyi állatot tartottok a Rancson? Hát igazából Mancs kutyával indult, ő a mi névadunk, ezért is lettünk Mancs Rancs. Utána jött Morpheus, hogy Morpheus ne legyen egyedül, hoztunk mellé egy törpekecskét. Hogy a törpekecske ne legyen egyedül, hoztunk mellé egy törpemalacot, ugye Chuck Norris, hogy Chuck Norris ne legyen egyedül, hoztunk mellé egy minipónit, hogy a minipóni, és így egyik állat jött a másik után. Ugye mindig volt valaki, aki bajba jutott, aki segítségre szorult, és igazából van így kilőtte ez a helye magát, ugye most már, amint láttátok a kacsártól a különböző futómadarakig, a rengeteg alpaka, mókus, többfajta, háromfajta mókusaink vannak, kenguruk vannak, tarajosülünk van, mackóink vannak, tehát nagyon-nagyon sok állatunk van. De ugye hivatalosan mi egy állatkert is vagyunk, ugye Mancs Rancs magánállatkert, viszont én elhatároztam, hogyha állatkertét is kell üzemelnünk, akkor sem fogom azt megengedni, hogy egész nap fölfőjön a tömeg, és itt húzzák, vonják a gyerekeimet, hanem én mondtam azt, hogy egy picit újítottam rajta, nálunk egy nap maximum 4 időpontot adunk ki, ami azt jelenti, hogy egy nap maximum 4 család, pár vagy baráti társaság jöhet el hozzánk a gyerekeinket megismerni. Teljesen test közelből tudnak tabu nélkül találkozni mindegyik gyerekünkkel, és abban az időpontban, amit lefoglalnak, csak ők lehetnek bent. Tehát, hogyha valaki mondjuk egy pár eljön hozzánk, kettő fő, akkor abban az időben csak ők ketten lehetnek itt nálunk. Tehát nincsen az a tumultus, és a látogatók közötti szünetben viszont a mi gyerekeink szabadon élhetnek. Tehát nem ketrezve vannak tartva, mert szerintem egyik gyereknek, egyik állatnak sem jó az, hogy ketrezben éljenek, ők tényleg szabadon vannak itt körülöttünk. És amint láttátok, mindegyikük kijön a másikat, tehát mindenki kijön a másik. A borzaink együtt fürödnek a kacsáinkkal a tóban, a kenguruk együtt ugrálnak az alpakákkal vagy a futómadarainkkal, tehát a kutyák együtt vannak a törpe marhánk a Georgie-val, tehát nincs az, hogy a fél legyen közöttük, hogy viaskodás. És hogyan lehet támogatni a ti munkátokat? Hát fent van a számla számunk is az oldalunkon, az adó 1%-ért mindig nagyon-nagyon hálásak vagyunk, de igazából bármi, tehát bármilyen segítség nekünk jól jön. Most már egyre többen megkeresünk minket, hogy önkéntes munkával például, mi ennek is nagyon tudunk örülni. De tényleg mindennek, tehát a takarmánytól kezdve ugye állatorvosi költségünk az rengeteg, ugye van nekünk az a lovacskánk Mimóza, akinek ugye úgy került hozzánk, hogy őnek pedig kalapát verték szét a fejét szilánkosra, mindenki elég nagy port kavart fel, akkoriban az ugye egy elég komoly műtét sorozaton esett át akkoriban, és mi azt hittük, hogy ő már teljesen jól is van, ugye született neki azóta kis csikója Ligi, akivel szintén találkoztatok, viszont egy hónapja körülbelül egyik pillanatra másikra elkezdett romlani az állapota. Azonnal hívtuk a
kaposvári lóklinikát, ahol őnek kicsinálták ezeket a műtéteket, ilyen gyakorlatilag életmentő műtétet hajtottak akkor is végre rajta, és mint kiderült, most is visszaesett az állapota, újra vissza kellett vinni, újra műtötték. Hát ennek a városi költség is egy horribilis összeg, mindennel együtt közel 600 ezer forintot hagytunk ott a kórházban, illetve egészen pontosan még nem hagytuk ott. Nagyon rendesek, megengedték, hogy részletben fizessünk, mert ugye ennyi pénzt hirtelen összeszedni, az horribilis összeg, azt nem tudom megoldani, de nagyon rendes ott a kivezetés a klinikát, a dr. Hevesi Ákos, igazából orvosi bravúrral mentette meg az ő életét.